Ebben a videóban meg fogunk nézni egy National Geographic videót, ami bizonyítja azt, hogy a Föld nem egy gömb, és hogy azok az állítások, hogy innen vagy onnan látszik a görbület, ez alapján, a videó alapján nem igazak. A Heightworks weboldal, ez heightworksdaily.com weboldal pontosabban, ugye magával a program ma kezdi természetesen, és a képregénnyel. Azt írja, hogy 10.000 méter magasból, ahol egy kereskedelmi repülőgép halad, onnan már látható a Föld görbülete 60 fokos szögben. Hogyha a látótér 60 fok. Egy válasz, ez quora.com, és ezen az egyik válasz az, hogy 10,6 km az, ahonnan már egyértelműen látszik, 4,2 nem lehetne látni, és a fényképeken akár 6 km magasságból is láthatónak kellene lennie a görbületnek. Arról is ír, hogy 200 méter magasságból egy 4000 pixel felbontású képen, 4000 pixel szélességű képen, ahol 94,4 fok a látótér, ott mintegy 7 pixel a különbség a közepe és a széle között, tehát azt állítja, hogy már 200 méter magasságból is láthatónak kellene lennie. Ez az a kép. Illetve, hogyha zsugorítjuk a képet, akkor pedig egyértelművé válik a görbület 200 méter magasságból. Ez a kép, ez egy videóból egy állókép, ugye 38 pixel a görbület 110 ezer láb magasságból, ami annyit tesz, hogy 33 kilométer magasan van ez az egység, ami ezt a képet készítette. Akkor kérdés az, hogy az, aki azt mondja, hogy ő látja a görbületet egy kereskedelmi járatból, az milyen fajta világban él, vagy mi az, amit ő lát, hogyha háromszor olyan magasságban még mindig alig lehet látni állítólag ezt a görbületet. Ez ugye a jól ismert képregény, ez az ISS, vagyis a Nemzetközi űrállomás, és 400 kilométer magasságból ugye állítólag így néznek ki a Föld. Egy újabb kép, ez szintén Quora, ahol arról van szó, hogy ezt a jéghegyet valószínűleg egy repülőgépről fényképezték, ezen meg látszik a görbület, úgyhogy el kellene dönteni az embereknek, hogy akkor végül is milyen magasságban látszik, vagy milyen magasságban nem látszik. Mert hogyha ekkora a görbület ilyen magasságból, ami egyértelmű, hogy nem lehet több néhány száz méternél, akkor hogy létezik, hogy innen majd, hogy nem már az űrből úgymond ugyanakkora, vagy ugyanakkorának látszik a görbület, több mint 30 kilométer magasságból meg szintén ugyanakkorának látszik. Egy másik válasz ugyanitt a Korán, aki, ugye ez Justin, aki egy PhD számítástechnikából az Arizona Állami Egyetemen, ő arról ír, hogy semmiféle ablakon keresztül készített fénykép nem használható referenciaként, hiszen az ablakba valamilyen formában be van építve egy torzítás annak érdekében, hogy a maximális látóteret mutassa. Úgyhogy sok mindent figyelembe kellene venni azoknak, akik azt állítják, hogy egy repülőgépből látják. A másik az, hogy ez, ő azt írja itt, hogy 25 mérföld magasságból készült ez a kép, ez ugye a Red Bull ugrás, a Baumgartner hoax, és itt sem látszik igazából maga a görbület, egy minimális, ha látszik, ez pedig szintén legalább háromszor, hanem négyszer olyan magasan van, mint egy kereskedelmi repülőgép, ugye, amit mindenki állít, hogy ő látja a görbületet abból az ablakból. Míg ez a karakter azt állítja, hogy ő egy repülőgép ablakából készítette ezt a képet, ezen is látszik a görbület, ami ugyanakkora,
mint amit az előbb láttunk, háromszor ilyen magasságból. Lars Borg, aki valamiféle color scientist, nem tudom mit jelenthet, de valamiféle tudósnak mondja magát, ő azt állítja, hogy 200 méter magasságból már látható a görbülete a horizontnak. De hallgassunk meg egy olyan arcot, aki valószínűleg tudja, hogy miről beszél. Ő egy volt repülőgép pilóta, 2011-ben vonult vissza, és Dél-Karolinában él. Azt mondja, hogy gyermekkora óta szerette volna látni a Föld görbületét, azonban ez valószínűleg csak egy-két alkalommal valósult meg, és egyáltalán nem is biztos, hogy látta 15.240 méter magasságból, amikor az égbolt világosról sötétre váltott, azt hiszi, hogy talán látta a görbületet, de igazából lehet, hogy ez csak az ő képzelete volt. És aztán láthatjuk ezt a képet, ami igazából a szánalmas és a nevetségesnek a keveréke. De csak szerettem volna bemutatni, hogy azért annyira nem egyértelmű, mint hogy az emberek mondják, hogy ők látják innen-onnan, hiszen láthatok azt, hogy még egy repülőgép pilóta sem látta, pedig biztos nem egyszer-kétszer volt szerencséje repülni. Egy újabb videó, ez egy YouTube videó, ahol azt bizonygatják, hogy a Föld gömb alakú, arról beszél, hogy az a konklúziója ennek az egész fejtegetésnek, amit megnézhettek, ha a linkre kattintotok majd a leírás részben, 30-40 km magasságból lehetne látni, csak és kizárólag. Ezzel szemben ez a cikk, ez fizz.org, és arról szól, hogy a tanulók lélegzetellátó felvételeket készítettek egy léggömb segítségével 23,6 km magasságból, ami ugye 1,7-szerese annak a magasságnak, ahol egy kereskedelmi repülőgép repül. Ők ilyen fényképet készítettek onnan, úgy, hogy az előbb olvashattuk, hogy a pilóta 15 km magasságból nem láthatta, hogy mindenki szinte kivétel nélkül egyetért, hogy egy kereskedelmi járat magasságból nem látható. Ezzel szemben körülbelül 8 km magasságból, illetve 8 km-re magasabbról ilyenfajta görbületet fényképeztek ők, mikor 33 km magasságból meg szinte semmi nem látszott. Úgyhogy ezt csak azok kedvéért mutatom, hogy akik küldözgetik a képeket a repülőgép ablakból, meg innen-onnan, hogy akkor melyik az igaz, hogyha gyakorlatilag mindenki más mond. 23 km magasságból így néz ki, 34 km magasságból meg így néz ki. Ez meg 400 km magasság, ahol a nemzetközi űrállomás van, ami ugyanúgy néz ki, mint ahogy 23 km magasságból. De legalábbis majdnem. Akkor azt akarja valaki mondani, hogy ekkora a különbség, 370 km magasság különbség esetén a két kép között? Míg 35 km magasan ennyi, 23 km magasságban már ennyi, és 400 km magasságból meg csak ennyi a különbség. Persze én értem, hogy a látószög az más, meg én mindent értek. A lényeg az, hogy az, aki képekkel szeretné bizonyítani, hogy ő látja a görbületet, meg innen-onnan annyi, annak el kell dönteni, hogy melyik forrást használja, vagy kinek hisz.